Sziasztok! Ma az összetett események valószínűségével megyünk tovább. Azért is fontos ez a feladatkör, témakör, mivel a valószínűség számítási feladatok megoldása közben gyakran adódik az a probléma, hogy nem nagyon tudjuk eldönteni, hogy a két valószínűséget összeadjuk vagy összeszorozzuk. Ugye ezeket az események közötti műveletekre. Szeretnélek most titeket egy kicsit rávezetni. Ugye elhamarkodottság volna korlátozás nélkül olyan szabályokat felállítani feladatmegoldás közben, hogy az összeg valószínűsége a valószínűségeknek az összege, a szorzat valószínűsége pedig majd a valószínűségek szorzata lesz. Nézzünk egy egyszerű példát ezekre, hogy könnyebben el lehessen dönteni. Van egy kísérlet sorozatunk, amelyben majd össze akarjuk számolni, hogy hány olyan tízes sorozatunk volt, amelyben négy vagy öt fejet dobtunk. Nyilván ugye ilyenkor a tízes sorozatokat így külön veszük, külön kis kosárba pakoljuk, és azokban az egyes kosarakban össze kell majd nekünk számolni, hogy hányszor dobtunk négy és hányszor öt fejet. Viszont azt a két eseményt akarjuk majd mi összeadni, hogy ötnél több fejet dobunk, és hogy az páros sok fejet tartalmazon, akkor ugye nem lesz majd célszerű úgy számolnunk, hogy összeadjuk majd a páros sok fejet és az ötnél több fejet tartalmazó sorozatok számát, hiszen ha jobban belegondolunk, azokat a szorzatokat, amelyekben 6, 8 vagy 10 fej van, kétszer számolnánk, hiszen a 6, 8 és 10 fej az ugye páros fej, és ugye 5-nél nagyobb. Tehát ha ezeket így összeadnánk, akkor, akkor kétszer lenne olyan, duplán lenne olyan esemény, amely, amely már ugye benn szerepelt az egyik kosárba, így téves eredményhez jutunk. Na, ilyenkor vezetjük majd be a kizáró eseményeknek a fogalmát, amelyet úgy lehetne lefordítani, hogy nem fordulhatnak elő egyszerre, azaz ugye szorzatuk lehetetlen. Ez az A szor B, a, ugye nem felejtitek el, hogy az előző videóban a valószínűség számítási alapoknál, ugye, a két eseménynek a szorzatát a halmaz műveletekre lefordítjuk. Nagyon fontos valószínűség számításnál, hogy tisztában legyünk a halmaz halmazműveletekkel. Ugye két esemény szorzata az lényegében a két eseménynek a metszete lesz, tehát A és B ugye két eseménynek a szorzata nulla, azaz A és B kizáró események. Ez abból következik, hogy két eseménynek a szorzata, szorzatának a valószínűsége, tehát két esemény szorzata az nullával lesz egyenlő. Ez akkor jó, ugye, amit az előző példámban is mondtam, a kísérlet sorozatosban, ahol ugye fejeket dobunk, hogy nincs kétszer számolás, ha ezt bevezetjük. Két kizáró esemény összegének tehát a valószínűsége, az a valószínűségeik összege lesz, azaz van egy A és egy B eseményünk, két valószínűségnek az összegét úgy kapjuk meg, hogy vesszük az egyik esemény valószínűségét, hozzáadjuk a másik esemény valószínűségét, és ugye kivonjuk a két eseménynek a szorzatát, avagy a két eseménynek a, a metszetét, hiszen azok a kimenetek, amelyeket kétszer számoltunk, ugye az előbb, a, mind az A, illetve a B eseményben előfordult, nyilván éppen azok, amelyek mind a két összeadandó eseményhez, így a szorzatukhoz is ugye hozzá tartoznak, mivel az A és a B eseménynek a metszete, ugye ne felejtjük el, az A szor B, tehát két eseménynek a szorzata, az lényegében ö, két eseménynek a metszete lesz. Fontos nagyon a halmaz műveleteknek az elsajátítása valószínűség ö, számolási feladatoknál. Menjünk tovább. Konkrét példával. Tegyük fel, hogy egy pakli francia kártyából egy lapot húzunk. Mennyi a valószínűsége, hogy a kihúzott lap vagy dáma, vagy pedig tref lesz. Ugye a vagy szócska fontos, a vagy valamint az és szócskák nagyon fontosak a feladatokban, és nem szabad, hogy elkerülje a figyelmünket, Ha én egy profánul le akarom ezt az egészet egyszerűsíteni, akkor ugye a vagy szócska az az uniót fogja jelenteni, az és pedig a meccetet. Tehát a feladat azt kérdezi, hogy mi annak a valószínűsége, hogy egy lapot húzok az 52 lapból, hogy az dáma vagy tref lesz. Dáma vagy tref, ugye unió. A vagy szócska az az unió. Ne felejtsük el. Nézzük akkor egyes események valószínűségét. Mi lesz az egyik esemény? Az egyik esemény az, hogy én dámát húzok. Van 52 lapom a francia kártyában. Nézzük meg, hogy hány dáma van az 52 labba. A dámák itt találhatók. Egy dáma, két dáma, három dáma, négy dáma. Tehát az 52 labból négy dáma van. Nézzük a másik eseményt. A másik esemény az, hogy treff lesz mondhatni a B esemény. Nézzük meg, hogy az 52 labban hány darab treff van. A treffek itt találhatók a felső sorban, ezen az ábrán, és ha összeszámoljuk, akkor az 52 labból 13 treff található. Az pedig, ugye nem hiába mondtam ha az előző diámon, ugye, hogy miért vezetjük be a kizáró eseményeknek a, a fogalmát, azaz kettő ö, eseménynek a szorzatát, azaz a metszetét, mert ö, mi van akkor, ha egy lapot húzok, és az az egy lapom, az a trevdáma dáma lesz, mert ugye, ugye van a kártyában egy trevdáma. dáma. Tehát kihúzom a, a treffet és a dámát, azaz, ha lefordítom, dáma és treff. Ugye, ez a metszet, azaz az A szor B szorzat a képletben. Dáma és tref. Az pedig itt található. Mi van, ha én ezt fogom kihúzni? Akkor adjuk össze a valószínűségeket. Ugye van az egyik eseménye, amikor is dámát húzok. Aztán lehet az, hogy amikor trefet húzok. Igen ám, de mi van, ha ugye trefet húzok, treffet húztam. Viszont, ha én csak ennyibe hagyom az egészet, gondoljuk végig, akkor mi van, ha én kihúztam a trevdámát itt? Vagy kihúz, kihúztam itt a, a, a trevdámát, mert ugye a dáma az dáma, de treff. Itt pedig az volt a kikötés, csak a valószínűsége, hogy treff, de mi van, ha kihúztam én ezt a dámát? Akkor, hogy elkerüljük ugye a kétszer számolást vesszük a metszetüket, amikor is kihú, kifogom vonni mind az A, mint a B valószínűségből azt, amikor is kihúztam én a trev dámát. Akkor adjuk össze. Tehát, az egyik, az A esemény, amikor a négy dámából kihúzok egyet, az is jó nekem. Aztán az is megfelel a feladatnak, hogyha a 13 trevből kihúzok majd egyet, teljesen jó. Viszont ugye ki kell vonnom azt, amikor kihúzhatom a treff dámát, azaz őt, mert ő treff is és dáma is, azaz a kettő eseménynek a metszetét ki fogom én vonni, azt az egy darab kártyát, és ha én ezt szépen megoldom, akkor az a valószínűsége, hogy egy lapot húzok az 52 lapból, és a vagy dáma, vagy pedig treff lesz, egyszerűen 16 52-ed. Kisé nehezebb a szorzat valószínűségének ugye a, a meghatározása. Most végig nézzünk egy ö, példát, amely fokozatosan fog majd egy kicsit bonyolódni. Van egy szabályos hatoldalú dobókockánk, dobunk velem, és az a kérdés, hogy mi annak a valószínűsége, hogy háromnál nagyobbat fogunk dobni. Ugye a választ kapásból tudjuk, hogy 1-2 a valószínűsége annak, hogy 3-nál nagyobbat fogunk dobni, mert ugye a valószínűsége a feladat, tehát azt kérdezi, hogy mi annak a valószínűsége, hogy 3-nál nagyobbat dobunk. Akkor az összes lehetőség, mint tudjuk, egy darab dobókockával dobunk, akkor ugye az összes kimenet egy darab dobókockával az 6 lehet, mivel egyes dobhatunk, kettes dobhatunk, hármast, négyest, ötöst, és ugye hatost. Tehát ez összesen egy, kettő, három, négy, öt, hat. Hat ö, lehetőség. Mik azok a számok, amelyek ugye háromnál nagyobbak? Ö, vegyük azt, hogy háromnál nagyobbat dobunk. Háromnál nagyobbak a dobókockán a 4, az 5 és a 6. Ugye ez három lehetőség, és már régen megtanultuk, hogy a valószínűség számításnál ugye a, a kedvező per összes az az egyszerű képlet, tehát 1, 2, 3, itt három lehetőségem van, itt pedig az összes lehetőség kimenet az 6, és ha ezt egyszerűsítünk, így jött ki, ugye az 1-2-ed annak a valószínűsége, hogy 3-nál nagyobbat dobunk. A következő, mi annak a valószínűsége, hogy a ugyancsak szabályos hatoldalú dobókockával ö, páratlant fogunk dobni? Ennek is 1-2-ed az előzőből kiindulva. Ugye az összes kimenet az a hatféle szám, hatféle lehetőség. A kedvező lehetőség pedig, amikor páratlan dobunk a dobókockával, az pedig az egy, a három és az 5. Ez három lehetőség. És ha ezt ugye kedvező per összesbe behelyettesítjük, három 1, 3 és az 5, ugye az 3 lehetőség, és az összes kimenet az továbbra is 6, mivel egy darab dobókockának 6 különböző oldala van. És azt leegyszerűsítjük, ennek is 1 2 a valószínűsége. Bonyolítsuk tovább a feladatot. Ugyancsak maradunk a hat oldalú szabályos dobókockánál, és azt kérdezem most, hogy mi annak a valószínűsége, hogy 3-nál nagyobbat és páratlan dobunk ha én most nagyon egyszerűen akarnék gondolkodni, ugye az előző feladatban az volt a kérdés, hogy háromnál nagyobbat dobunk, egy a valószínűsége. Páratlan dobunk, annak is egy a valószínűsége. És ugye válaszolhatnánk akár azt is, hogy akkor, ha azt kérdezi most a feladat, hogy háromnál nagyobbat és páratlan dobunk, akkor adódhatna az, hogy összeszorzom a két eseményt, és akkor megkapom azt, hogy egy negyedet a valószínűsége, hogy háromnál nagyobbat és páratlan dobunk. Azonban ezt felejtsük el, ezt töröljük ki gyorsan, mert hat lehetőség közül csak az ötös felel meg a szorzat eseménynek, és ha belegondolunk, hogy háromnál nagyobb az egyik esemény, ugye egy-ketted volt a valószínűsége, oké, okay, páratlan dobunk, annak is egy-ketted, viszont, Hogyha belegondolunk, az azért sem jó, mert ismétlődik a dolog, mert a háromnál nagyobbat dobtunk, az ugye a, a négy, az öt és a 6. Ha páratlan dobunk, az volt az egyik. Ugye itt ide szerepelt a, az egyes, a hármas és az ötös. Hoppá, a két esemény, az ötös szám, ugye ismétlődik, tehát teljesen fals eredményt kapunk, ezért kell majd alkalmazni, a, az összeadás képletet a valószínűségeknél. Szóval akkor a feladat azt kérdezi, hogy, pá, hogy háromnál nagyobb és páratlan, és tudjuk, hogy az ész az meccetet fog jelenteni. Az összes kimenet egy dobókockánál továbbra is az egy, a kettő, a három, a négy, az 5 és a 6 ugye a 6 féle lehetőség nézzük az A esemény az válaszuk ketté, mikor is 3-nál nagyobbat dobok ez a 4-es az 5-ös és a 6-os szám a B esemény amikor is páratlan dobok ez ugye az 1-es a 3-as és az 5-ös és mint ö, tudjuk ezeknek is egy-ketted volt a valószínűsége, meg a páratlan dobásnak is egy-ketted volt a valószínűsége. A feladat meg azt kérdezi, hogy háromnál nagyobb és páratlan, az A eseményem mikor háromnál nagyobbat dobok, a B eseményem amikor páratlan dobok, és ugye ki kell vonnom azt az egyetlen egy lehetőséget, amikor is Kifogom dobni a 3 nagyobb és páratlant, azaz az ötös számot. Ugye a meccetet. És akkor szépen helyettesítjük be. A eseménynek a valószínűsége 1-2. A B eseménynek a valószínűsége ö, szintén 1-2. igen ám, de az A szor B esemény, mint mondtam, ugye. A meccetre vonatkozik. Jelen ö, pillanatban mi most a, a meccetre ö, vagyunk kíváncsiak. Igen ám, de itt a, a képletnek a bal oldalán szerepel az A plusz B összeg, tehát amikor ö, ugye az uniót kell nézni, kicsit visszafele kell gondolkodni, amikor vagy háromnál nagyobbat, vagy pedig ö, páratlant fogunk dobni. Ugye? Vesszük az eseményeknek az unióját, így is meg lehet oldani ezt a feladatot, amikor is ide fog bele ö, tartozni a háromnál nagyobb vagy a páratlan számok, azaz az 1, a 3, a 4, az 5, illetve a 6, ez pedig 1, 2, 3, 4, 5, 5 lehetőség a 6-ból. Így is meg lehet oldani ezt a feladatot, hogy 5 hatod, egyenlő 6, egy ketted, meg egy ketted, mínusz ugye ez a PA szor B, mivel a feladat erre kíváncsi, hogy háromnál nagyobbat és páratlan fogunk dobni. Most én ezt ki lehetne következtetni ö, ö, nagyon egyszerűen, hogy melyik az a ö, szám, ugye, amit kidobunk dobókockánál, hogy háromnál nagyobb és páratlan legyen, nyilván az ötös, de lesznek ennél bonyolultabb feladatok is, amikor is nem fogjuk tudni mi, gyorsan ezt kikalkulálni. Ezért is fontos, hogy megjegyezzük azt, hogy mikor kell a két esemény összegét venni, és ezt a képletet simán lehet úgy alkalmazni, mint bármelyik más képletet. Ha hiányzik az egyik, akkor egy ismeretlenes egyenletként meg fogom oldani. Azért ezt a p-szer AB-t fogom én most keresni. Ha én szépen rendezem majd ugye ezt a, az egyenletet, akkor kijön az, hogy a a P, -szer A, p*ab eseménynek a valószínűsége egy hatod lett. Azaz, ha lefordítom ezt a P, -A -szor B eseményt, mi annak a valószínűsége, hogy a háromnál nagyobbat, és mivel szorzás van, páratlan dobok az egyhatod. Ezt az egyenletet kell egy ismeretlesként megoldani, úgyhogy az 5 6 kivonom az 1 2 ből az 1 2 egyelő mínusz p A B-val, kijön az egyik oldalon mínusz 1 6 a másik oldalon ugye kijön az, hogy mínusz P -szer AB, ugye mínusz, mínusz az plusz lesz, de hát simán meg lehet ez, 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 általános iskolás hatodikos feladat, mikor egy, egy, ismeretlenes egyenletet rendezünk, és kijött az, hogy ugye az esemény valószínűség, amikor háromnál nagyobbat és páratlan dobunk, az ugye egy hatod lett. Ha viszont az a kérdés, hogy háromnál nem nagyobbat és páratlan dobunk, hasonlóan járunk el, mint a, az előző feladatnál. Mi volt a kérdés? Háromnál nem nagyobbat és páratlan. Ha és van, akkor biztos, hogy metszetet kell nézni, és a meccetbe a háromnál kisebb ö, és páratlan számok fognak ö, ö, belemenni. Nézzük az A eseményt. Az A eseményünk továbbra is az, hogy háromnál nem nagyobb nagyobbat dobunk, ami azt jelenti, hogy ide mehet az egyes, a 2-es és még a 3-as is, mert az ugye háromnál nem nagyobb. Hat kimenet van, egy dobókockánál kapásból tudjuk, hogy ennek a valószínűsége egy-ketted lesz. A másik eseményünk az, amikor páratlant fogok dobni, akkor itt is soroljuk, ugye a páratlan számokat, az egy, a három és az öt. Hat kimenet van egy dobókockán, tehát itt is tudjuk, hogy a, ennek az eseménynek a valószínűsége egy-kettő lesz. A feladat pedig azt kérdezi, háromnál nagyobb és páratlan. Tehát háromnál nagyobb és páratlan. Fogjuk a mi kis egyszerű képletünket két esemény összegére. A eseményt hozzáadom a B eseményhez, és kifogom vonni belőlük azt, amikor is, hogy ne ismételjem, ami van az alban vagy a B-ben, hogy ne a két eseménynek a szorzatát, azaz lefordítva a metszetét. Tehát ennek egy ketted volt a valószínűség az A-nak, a, a B-nek szintén egy ketted volt, és ugye az A plusz B az az unió, ami az a háromnál nem nagyobb vagy páratlan, akkor ide ment ugye az egy, a kettő, na ezt ide leírom, A unió b ide ment az egy, a kettő, a három, és a, az öt. Ez összesen egy, kettő, három, négy lehetőség a hatból. Ez négy hatod. És ugye azt keressük, hogy háromnál nem nagyobb és páratlan dobunk, ezt az egy ismeretlent fogjuk keresni a képletbe. Rendezzük az egyenletet, most akkor én most itt rendezem veletek, 4 hatodból kivonjuk az egy kettedet, kivonjuk az egy kettedet, még egyszer az egyenletnek a jobb oldalán pedig marad ez, amit lényegébe keresünk, amit ugye egy x-ként, z-ként, vagy bármiként fel lehet fogni. Rendezzük ezt az oldalt, közös nevezőre hozzuk, tehát az, hogy háromnál nem nagyobbat és páratlan dobunk, az két hatod, az az egyszerűsítve egy harmad lesz a valószínűsége. Remélem, hogy most jól átrágtuk azt, hogy hogy hogyan kell alkalmazni, amikor is két, eseménynek, két esemény valószínűségét, az összegét kell venni, mert ha nem győztem hangsúlyozni, hogy... Egy dobókockával dobtunk, azaz mit jelentett az, hogy az az egy darab dobókocka, az ugye ö, nem független egymástól. Tehát egy dobókockával dobtam, és azon az egy dobókockán előfordulhatott az, hogy háromnál nagyobbat és páratlan dobók, ugye? Mert az az öt bármikor ö, kijöhetett. Ugye ezek az események szorosan összefügtek egymással, amint láthattátok, mint a pakli kártyában is nagyon szorosan összefügtek az események, mert kihúzhattam volna én akár egy húzásra a treff dámát is. Na, szó mi szó, összeget, két valószínűség összegét akkor kell lenni, ha azok az események szorosan összefüggnek, ugye egy dobókockán nyilván szorosan összefügg, hiszen az öt, ötös bármikor kidobhattam, mert háromnál nagyobb és páratlan, ugyanúgy a, a pakli kártyánál is. Viszont, ha már két dobókockával dobunk egyszerre, és most az a kérdés, mennyi a valószínűsége, hogy az első kockával háromnál nagyobbat, és a másodikkal páratlan dobunk. Két dobókocka egyszerre. Mint láthatjuk, hogy itt már teljesen más lesz a feladat megoldásának a menete, mert egy dobókockával kidobhattam mondjuk a páratlan háromnál, háromnál nagyobbat az ötöt, itt viszont két dobókocka van, amely fizikailag is elkülönül egymástól, tehát az események függetlenek egymástól, mert az egyik dobókockával ezt dobom, a másik dobókockával azt dobom, és ugye a kettő... Ö, nem tudja majd egymást befolyásolni, lényegében tehát az események függetlenek. Nézzük akkor a feladatot. Azt kérdezi, hogy háromnál nagyobb és a másodikkal páratlan dobjak. Az összes elemi esemény, vagy kimenet, egy dobókockával volt 6. Két dobókockával lesz 6 x 6 féle kimenet, azaz 36. Három dobókockával 3 dobókockával, 6 x 6 x 6, azaz 6 a harmadikon, ö, ö, kimenet lehet 4 dobókockával, 6 a negyediken ki, ö, kimenet, és így tovább, és így tovább. Ezt meg kell csak jegyezni, két dobókockával, 6 a másodikon, 36, 3-mal akár 6 a harmadikon, és így tovább. Jó, ez volt az összes elemi esemény. 36, mert két dobókocka van. Az A-eseményem az, hogy 3-nál nagyobbat kell, hogy dobjak. Ugye ez lehet a 4, az 5 és a 6, ennek ugye egy dobókockával 1-2 a ö, valószínűsége. A másodikkal, hogy páratlan dobok, páratlan lehet az 1-es szám, a 3-as, illetve az 5-ös, ennek is 1-2 a valószínűsége. És mivel két darab dobókockán van, az események nem fognak összefüggni, mert a két dobókocka fizikailag sem tudja befolyásolni egymást, hogy azt mondja, hogy már pedig ki fogod dobni a háromnál nagyobb páratlant, ami ugye egy dobókockával van az ötös, de itt ugye két független dobókocka van egymása, ezért be lehet vezetni két eseménynek a szorzatát, azaz metszetét, hogy háromnál nagyobb és páratlan dobjak, amikor is veszem az egyik eseményt, hogy kidobom a háromnál nagyobbat, ugye a 4 5 6 a másikkal, hogy páratlant, és láthatjátok, hogy itt szerepel az ötös számít a páratlanba is, meg a, a a eseménynél és a háromnál nagyobb az ötnél, de kettő dobókockán van, amelyek ugye nem függenek egymástól, azaz függetlenek, és én ezt nem kell attól ilyenkor félnem, hogy duplázok, mert mind a két dobókocka független egymástól, ezért a két eseményt összeszorzom, egy-kettedszer, egy-ketted. Na, ilyenkor szabad szorozni, és akkor kaptam, hogy két dobókockával, az elsővel háromnál nagyobbat, és a másodikkal páratlan dobok ennek a megoldása egynegyed. Szóval, milyen feltétellel kapjuk meg két eseménynek a szorzatát? Amikor már ö, mondtam, hogy mikor kell két esemény szorozni, akkor, ha két esemény ugye független egymástól. Mint a két dobókocka, tehát az egyik esemény bekövetkezteinek semmilyen hatása nincs a másik esemény bekövetkeztére, mert ugye az az el, ö, fehér dobókocka nem tudja majd befolyásolni mondjuk annak a fekete dob másik fekete dobókockának, hogy miért gurítson ö, ki. Ugye itt a példa, a két dobókocka, az egyikkel háromnál nagyobb a dobok, nem tudunk meg semmit arról, hogy a másik kockával páros vagy páratlant fogunk dobni, tehát semmi köze a két eseménynek. Ö, egymással, és ezt halmazra akarom lefordítani, ugye az A-szor B még mindig azt jelentette az és szócskát, hogy A esemény és B eseménynek a metszete, ugye meg kell szorozni az A esemény valószínűségével, illetve a B eseménynek a valószínűségével. Ugye a valószínűség elméletben tehát két eseményt akkor tekintünk függetlennek, ha együttes bekövetkezésük valószínűsége megegyezik az egyes események bekövetkezésének valószínűségének a szorzatával, ugye a két dobókockánál, nézzünk erre még egy példát, egy dobozban van három kék golyó, két piros és négy sárga. A dobozból kiveszünk egy golyót, feljegyezzük a színét, majd visszatesszük összekeverjük, és újat húzunk. Mi a valószínűsége, hogy egy piros, majd egy kék golyót ö, 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 húzunk ki? Elgondolkodjunk el a feladaton, hogy ezt most itt a valószínűségeket össze kell adni, vagy szorozni. Hát, mint mondtam, ugye, a, az összeadásnál, amikor két eseményt összeadunk, valószínűségek eseményét összeadjuk, ott ugye, az események fügtek egymástól, mint az egy dobó kocka. Ugyanazon az egy dobó kockán szerepelhetett az ötös szám, amely háromnál nagyobb és páratlan volt, tehát ezért kellett a két események összegét venni, és kivonni ugye a szorzatukat, hogy ne ismételjünk. Itt pedig három... Kék, kettő piros és négy sárga golyó. Van, láthatjuk, hogy ezek a, a színek, golyók egymást függetlenek, mert ha én kihúzom a kék golyót, akkor semmilyen behatásom nincs a piros, illetve a, 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 a sárga a, golyókra. Nézzük meg. Ugye a feladat azt mondja, hogy egy piros, majd egy kék golyót ö, ö, húzok ki. Tehát mi annak a, a valószínűsége, hogy piros és kék golyót fogok, ugye, metszet kihúzni. Most tanultuk ezt a szorzat képletet. A eseményem továbbra is az, hogy pirosat húzok. Van nekem itt kettő piros golyóm, az összes kimenet pedig az összes golyónak a száma, azaz 3, meg 2, 5, meg 4, az 9, pirosból van 2, ugye ennek 2-9 az a valószínűsége. A B eseményem az, amikor kék golyót húzok. Kék golyóból van 3, az összes kimenet továbbra is 9. Feladat azt kérdezi, ugye mindig visszateszem én ezt a golyót, összekeverjük, hozunk újat, hogy egy piros, majd egy kék golyót fogunk húzni, azaz egy piros és ö, kék golyót fogok húzni, ennek a valószínűsége, tehát az egyik eseménynek a piros húzásnak 2,9-ed, a kék húzásnak pedig 3,9-ed volt, és ha én ezt megoldom, az 6.81-ed, amely nagyjából 0,074 ezred valószínűsége van annak, hogy egy piros, majd egy kék olyat fogok kihúzni. A következő videómban pedig már sok-sok feladattal a feltételes valószínűségbe fogunk belemélyedni.